A forgatás során egyik könyvnek sem esett bántódása. Sziasztok, Matilda vagyok, és ma az Újraolvas átír eléget játékot fogom játszani. Ennek a játéknak az a lényege, hogy ebből a kalapból kihúzok három könyvcímet, és eldöntöm, hogy melyik az, amelyiket újraolvasnám, melyik az, amelyiket átírnám, és melyik az, amelyiket elégetném. A címeket nem én írtam, úgyhogy nem tudom, mit húzhatok ki ebből a kalapból. Kezdjük is! Első kör. Az első kör első könyve az, amit sohasem mondtam el. A második könyv a Da Vinci kód. Ne, ez nehezedik. Oké, és a harmadik te leszel. A villámtolvaj. Ajaj, hát most bajban vagyok. Szóval az első kör lehetőségei az, amit sohasem mondtam el, a Da Vinci kód és a villámtolvaj. Hát, jajaj. De egyiket se akarom elégetni. Mindegyik jó könyv volt. Na jó, amit biztosan újraolvasnék, és nem csinálnék vele semmi mást, az a villámtolvaj, mert ez az egyik kedvenc könyvem, és ugye Rick Riordan a kedvenc íróm, meg kb. A Percy Jackson a legkedvencebb könyvsorozatom, és ez volt az a könyv, ami miatt elkezdtem olvasni, úgyhogy a villámtolvajt semmiféleképpen nem fogom bántani. Úgyhogy a villámtolvajt azt újraolvasom. De most valamelyiket el kell égetnem. Na jó, akkor döntöttem. Igen, ez lesz. Megtartom az, amit sohasem mondtam eltet, és átírom. De csak nagyon pici változtatásokkal. És hát sajnálom Dan Brown, de a Da Vinci kódot el kell égetnem. Ez nehéz kör volt. Második kör. A második kör első könyve az Így neveld a sárkányodat, Cressida Cowell-től. Aztán a második könyv ebben a körben, az Eleven testek. És a harmadik könyv. A Harry Potter és az Azkabani fogoly. Na jó, azt hiszem ez a kör, ez most könnyű lesz. Relatív könnyű, könnyebben fogok tudni dönteni. Hát a Harry Potter és az Azkabani fogolyhoz nem nyúlnék hozzá, úgyhogy ezt fogom újraolvasni. Mert ez a kedvenc Harry Potter könyvem, szóval kizárt esett, hogy én belenyúljak. Úgyhogy Harry Pottert újraolvasom. Hát, és az Így neveld a sárkányodat és az Eleven testek maradt, akkor azt fogom mondani, hogy az Eleven testeket elégetem. Sajnálom, pedig az is egy nagyon jó könyv volt, és nagyon szerettem, de valamit muszáj, úgyhogy marad az Így neveld a sárkányodat az átírásra. Átírom a filmes verzióra. Tehát akkor a Harry Potter és az Azkabani foglyot újraolvasom, az Így neveld a sárkányodat című könyvet átírom, és az Eleven testeket elégetem. Ez így érdekesen hangzik. Harmadik kör. A harmadik kör első könyve. Ready Player One. Ajaj, már most félek. Jújúj. Aztán a második könyv. A veled minden helyi ragyogó. És a harmadik könyv ebben a körben. A teknősök végtelen sora. Hát jó, szóval választhatok a Ready Player One, a veled minden hely ragyogó és a teknősök végtelen sora között. Úristen, na jó. A veled minden hely ragyogót azt fogom és átírom, megváltoztattam a végét, ez tuti. És akkor maradt a Ready Player One és a teknősök végtelen sora. Ez nem jó, mind a kettő túl jó könyv, mind a három nagyon jó könyv, úgyhogy ez így egy elég nehéz feladat. Azt kell mondanom, hogy megtartom a Ready Player One-t és újraolvasom, mert ez egy nagyon jó könyv volt. És hát sajnálom teknősök végtelen sora, de égned kell.
Bocs. Szóval akkor a Ready Player One-t újraolvasom, a veled minden helyre gyogót átírom, és sajnos a teknősök végtelen sorát el kell égetnem. Negyedik kör! Fogynak a cetlik, fogynak a cetlik. Az első könyv a negyedik körben a Simon és a Homo Sapiens Lobby. Már most félek. A második könyv a Büszkeség és balítélet. Na jó, nézzük. A harmadik könyv, léci, legyen valami olyan, amit kevésbé szeretek, léci. Ó, Vendorsolyom kisasszony különleges gyermekei. Hát jó van. Sírni fogok. Szóval, Simon és a Homo Sapiens Lobby, Büszkeség és balítélet, és Vendorsolyom kisasszony különleges gyermekei. Ajaj. Ezek nehezek. De ezek között nem lehet dönteni. Ezek a könyvek az én szívemben ugyanazon a polcon helyezkednek el. Na jó, valamit muszáj dönteni. Akkor nézzük. Kit égessek el hármótok közül, semmelyikőtöket nem akarom. A Vándorsolyom kisasszony különleges gyermekeit azt újraolvasnám. Úgyhogy ezt újraolvasom. Ez a tuti. Most hogyan döntsek a Büszkeség és balítélet és Simon között? Na jó. Ne haragudj, Mr. Darcy, de azt hiszem téged kell elégetnem. Bocsánat, de a Büszkeség és balítéletet egyébként imádom, de. Bocsi, tényleg. Majd találkozunk a filmben. Úgyhogy így a Simon és a Homo Sapiens Lobby marad átírásra. Hát ez egy nehéz szülés volt, de akkor a Vándorsolyom kisasszony különleges gyermekeit újraolvasom, a Simon és a Homo Sapiens Lobbyt átírom, és a Büszkeség és balítéletet sajnos el kell égetnem. Ez nem jó játék. Ötödik kör. Nem tudom, minek rázogatom egyébként, mert már csak 3 cetli van, de mindegy. Szóval, az utolsó körre maradt a Hobbit. A második könyv. Én, Earl és a csaj, aki meg fog halni. És az utolsó könyv. A tó úrnője. Na nézzük! Szerintem nagyon egyszerű az égetni való könyvem. Ez az én Earl és a csaj, aki meg fog halni lesz, mert az a könyv égetni való. Bocsánat, nem szabad ilyet könyvre mondani, de az én Earl és a csaj, aki meg fog halni, az a könyv, amivel télen szívesen befűtenék. És akkor maradt a Hobbit és az utolsó vaják könyv. Újraolvasom a tó úrnőjét. Azt újra fogom olvasni, mert az egy nagyon jó könyv volt, és én imádtam a teljes vaják sorozatot, és nem igazán tudnám, hogy mit írnék át benne, mert elég összetett a sztori, és persze a Hobbitnál is összetett a sztori, de a végén egy kicsit változtatnék, úgyhogy a Hobbitot átírom. Vagyis a tó úrnőjét újraolvasom, a Hobbitot átírom, és az én Earl és a csaj, akit meg fog halnikot, elégetem. Szóval, ez volt az újraolvas, átír, eléget játék. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!